nagy különbség az előtte haladóhoz képest, csak épp az a probléma, hogy Mika Mäkinen is csak a 11. helyen jön, és a 10-hez képest több mint 10 másodperc, sőt 14 a hátránya Birnbauer Zoltánnak. Uven Ittel pedig föltartja a mezőnyt, hiszen Bőziger úgy tűnik, hogy gyorsabb lenne nála, egyelőre nem tud elmenni mellette. Alexander Vov is kihasználhatja mindezt. Itt pedig Antonio Albacete megcélozza a második helyet, amit e pillanatban Anthony Janiek foglal el. És nyilván a franciának óriási lökés volna, hogyha hazai közönség előtt állna ott a dobogón, ami valószínűleg meg lesz, kérdés, megőrzi a második helyet Albacetével szemben. Az első dönyön is nincs esélye megszerezni, és e pillanatban nagy hőbörgés közepette, a franciák konstatálják, hogy a spanyol az ő gyereküket előzi meg, és Janiek ezzel visszacsúszik a harmadik helyre, Antonio Albacete pedig már második, de annyi ideje valószínűleg nem lesz már, hogy az első helyen autózó Johan Hunt ostromolja, inkább csak bebiztosíthatja az utolsó körökre a második pozícióját a spanyol. Itt jön Johan Hahn. Egy kicsit keresztbe is autózik. És e pillanatban még megúsztatja jobbra-balra a kamion hátsó felét. És felállva tapsolják meg őt is, meg nyilván azt az Anthony Janieket, aki csak fölhozott egy francia kamiont a dobogó harmadik fokára. Itt pedig Birnbauer Zoltán 12-nek intik le. Hahn, Albacete, Janiek tehát az első három sorrendje. Nagy barátságban Hahn és Albacete, Hahn azonnal nyúl a cigiért, Albacete meg Hahn kezéért, hogy gratuláljon neki. Frenetikus hangulat a Le Mans-i pályán. És két nagyszerű verseny hátra van még vasárnapról. A rajt utáni csetepatéból mindenképpen ki akartam maradni, ez sajnos pozícióvesztéssel járt. Aztán szép lassan visszaelőzgettem. A finn Mikát nem tudtam, ővele úgy meccseltünk egész végig. Nagyon ügyesen ment, nagyon jó íveken, néha rájöttem egy szektorokba, másik szektorokba, ahol nem éreztem úgy egy csikánt, vagy egy élesebb visszafordított, ott lépett meg előlem, vele jót vívtunk. Itt pedig a 24 órás autóverseny történetét feldolgozó múzeum, úgyhogy egy picit szusszanhatunk most a két versenynap között. És aztán következik majd egy nagyon jól sikerült időmérővel a folytatás. És akkor ez a bizonyos vasárnapi időmérő, amely nem indult könnyen, hiszen amikor fölébredt a csapat, akkor konstatálták, hogy mindössze 3 Celsius fok volt a hőmérséklet. Ez az időmérőre is csak úgy 5-6-7 fokig ment föl, ráadásul nedves volt az aszfalt az elsőn, aztán ahogy följött a nap, már valamelyest fölszárította. No, egy a lényeg, hogy a Q2-be bejutott méghozzá kamion versenyzői pályafutása során először Birnbauer Zoltán, méghozzá úgy, hogy Uven Ittel előtt tudott végezni, ráadásul a leggyorsabb kört is futott
Birmauer, úgyhogy nagyon jó előjelekkel készült a csapat erre a bizonyos vasárnapra. És lehetett abban reménykedni megint, hogy esetleg egy újabb Európa-bajnoki pontot sikerül majd elcsípni. Mentem szabadon, próbáltam a szektorokat összerakni. Most jöttem rá a negyedik verseny, hogy a pálya 1000 pontból áll, és abból, amikor a többségét sikerül optimalizálni, annak megjöhet az eredménye. Hát Ákos mondta be rádión, hogy a hétvége legjobb idejeit mentem, és végre először a top 10-be mehettem. Q2-be ismét kimentünk a pályára, nem gyilkoltuk az autót, próbáltam még egy összeszedett kört menni, még egy picit a saját magamhoz képest javítottam. Nagyon jó érzés, és az idő mögött tudom, kezdem érezni, hogy hol vannak elrejtve a tizedek, századok. Tehát amit mondtam, hogy a pálya 1000 pontját kell, és mindegyiken van javítani való sajnos még, de már legalább feltérképeztem. Itt pedig már a rajtrácsot figyeljük, és az utolsó mozzanatokat, mielőtt elindulna a mezőny. Általában keveset látunk belőle, úgyhogy gyorsan elmondom, itt pont a képerről tanúskodik, hogy repülő rajt van. Van egy maximális sebesség, amit nem szabad túllépni, ezt egy műszer azért helyel közel biztosítja, de nem mindegy, hogy mikor, ki és milyen ütemben tud odalépni a kamionoknak. Itt Antonio Albacete Österreichet és Bösigert megelőzve hozza a mezőnyt. És ott belül láttuk egy pillanat a Birbauer Zoltánt. Johan Hahn a negyedik helyen autózik most. Bösiger nagyon komoly, majdnem rátolja a betonfalra Antonio Albacetét, de ez csak lassítja őket, és Österreich megy majd az első helyen, hogyha be tudja húzni a kamionját. Már pedig be tudja, ha csak esetleg Albacete nem lesz erőszakosabb. Albacete vagy Bösiger megy majd az első helyen hamarosan. Albacete végül be tudott húzni a német elé. Österreich végül is, aki mögötte van. És ott jön csak Bösiger, a svájci a harmadik helyen. Alexander Wolf, mint látható, többet nézi a visszapillantót, mint amennyit a szélvédőn keresztül előre. Zsaniek autózik előtte. A dombtetőn tűnik föl Albacete, Österreich, Bösiger, Vröcsecki, Hahn, Lövet, és aztán jönnek a többiek. Mint ahogy itt érkezik már Birnbauer Zoltán is, aki Marie Escurennával, a spanyollal véve pillanatban nagy csatát. Itt egy kicsit most a kanyar nem sikerült a legjobban, a kijáratban ketten is el tudtak menni mellette, Alex Lvov, illetve Zsaniek, és aztán még belülre beszúr valaki, Uven Itten lesz az, hogyha minden igaz. Megint egy picit lecsúszik Birnbauer Zoltán, aztán kénytelen korrigálni azonnal, és Marie Escurenna is megelőzi őt. Nyilván a spanyol volt, aki megtámasztotta őt, úgyhogy muszáj volt azt a gumibálát ezúttal bal oldalról venni, kívülről körbeautózni. És ilyen népsűrűség, ilyen forgalom közepette bizonyára az 1000 pontra, amit említett, nagyon nehéz odafigyelni, mert korán sem arról van szó, hogy csak ő van a pálya meg a kamion, hanem folyamatosan arra kell figyelni, hogy honnan támadják őt, és hogy hol lehet esetleg pozíciót nyerni. Nem mindig az ideális ív, vagy az ideális fékezési pont a legideálisabb egy adott helyzetben. Zsaniek, Nittel, Marie Escurenna, Wolf, és aztán Birbauer Zoltán. Markus Österreichkel utaztunk egy pillanatra. Österreich megjön Albacete mellé. Úszik, nagyon úszik a kamionja, de szenzációsan fogta meg. És Österreich ezzel a bátor manőverrel meg is előzte Albacetét. Így aztán a két gyári Renault kamion között autózik most a spanyol a piros MAN-nel. A Renault-nak nagyon megy. Rendkívül közel van közben Birnbauer Zoltán ahhoz, hogy a tizedik helyet el tudjon csípni. Nem azért, mert ott van a 11. környékén, mert ilyen már máskor is volt, hanem azért, mert most nincs talán akkora időkülönbség, hogy ne legyen esélye. Elmegy közben az első három, de a sorrend nem változik.